Politikai témákkal folytatjuk a ma reggelt. Az Európai Parlament beperelte az Európai Bizottságot. Az EP szerint ugyanis a bizottság nem alkalmazta a szankciós mechanizmust Lengyelországgal és Magyarországgal szemben. A jogállamisági vita előtt azonban a hazai ellenzéki összefogásról és a különböző háttéralkukról is szó lesz. Elemzők szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy Gyurcsány Ferenc már a megkerülhetetlen szereplője lett a baloldalnak. A demokratikus koalícióba sorra lépnek át az MSZP politikus. Is. Titanilla folytatja. Palócz Andrea, a századvég vezető elemzője, most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kezdjük akkor először a magyar belpolitikai helyzettel. Ugye 10 éve alakult meg a Demokratikus Koalíció az MSZP egyik platformjából, és gyakorlatilag mostanra azt látjuk, hogy szinte bekebelezte az egykori anyapártot, vagy legalábbis elkezdődött ez a folyamat, mintha megfordult volna a helyzet. Most a DK a legerősebb baloldali párt, és az MSZP pedig, hát saját bevallásuk szerint is, ugye Lendvai Ildikó utalt erre, hogyha egyedül indulnának mondjuk egy választáson, akkor lehet, hogy még a parlamentbe se jutnának be. Igen, és nem csak az MSZP, hanem a Párbeszéd ezzel kiegészülve szintén hasonló sorson van, hogy gyakorlatilag már mérhetetlen. De valóban a szocialisták azzal a problémával küzdenek, hogy most már az önkormányzatok szintjén is igencsak meggyengültek a szervezeti hálójuk, amire azért korábban tudtak építeni. Ez hova tűnt? Hát egy nagyon nagy része a DK-ba vándorol, szépen lassan, azért mindig lehet érzékelni a politikában, hogy oda tendálnak alapvetően a politikai erők, ahol érzik a lendületet, és ahol érzik azt, hogy már eleve egy győzteshez lehet. Ez a győzteshez húzás elve. Valóban, és a Demokratikus Koalíció a bal oldalon egyértelműen a győztes, minden olyan folyamat, ami az elmúlt 10-11 évben lezajlott, most már távolabbról nézve, értékelhető úgy, hogy gyakorlatilag a DK folyamatos apró sikereihez vezetett, és pont ez volt a titok ebben, hogy nem egy nagy pillanatot kell itt vizsgálni vagy elképzelni, hanem gyakorlatilag minden nap a DK, mióta megalakult, azért azon küzdött és azért tudott így haladni, mert minden nap az volt a célja, hogy a bal oldalon legyen a meghatározó erő. A DK-re most egy friss felmérés szerint az ellenzéki szavazók közel egy harmada voksolna, és ez az arány másfél évben még csak 15% volt. Valóban a másik nagy vesztese talán ennek a történetnek a Momentum, ahonnan szintén rengetegen hát pártolnak el, illetve rengetegen csalódtak, de a DK valóban az egyedüli olyan párt most az ellenzéki térfélen, aki ekkora mértékben tudta a szavazói vagy a támogatói számát növelni, és az elsősorban annak köszönhető, hogy az ellenzéki oldalon újraosztották az arányokat, tehát látszik, hogy az MSZP, a Párbeszéd, vagy éppen az LMP már rettentően alacsony támogatottságon van, az LMP-t is gyakorlatilag parlamenti küszöb alá lehetne mérni, hogyha önállóan indulnának, és pont ezért is fontolgatja ez a három nem túl erős párt, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd, hogy valamilyen formában muszáj lesz nekik együttműködni, hiszen ők is érzik, hogy lényegében az életükért, a fennmaradásukért küzdenek. Erről még beszélünk mindjárt is arról is, ugye Karácsony Gergely lehet sajtóhírek szerint ennek a pártszövetségnek, vagy frakciószövetségnek a vezetője. Még talán néhány mondat erejéig térjünk vissza arra, hogy hogyan tudta a DK kihasználni az elmúlt egy-másfél évet, és hogyan tudott egy olyan párt ennyire népszerű lenni, akit Magyarország legelutasítottabb politikusa vezet. Ez nagyon fontos különbséget tenni, hogy országos viszonylatban nem annyira népszerű párt a Demokratikus Koalíció, tehát itt azért nem arról beszélhetünk, hogy a magyar választóknak a harmada, vagy közel harmada rájuk szavaz, nem arról beszélünk, hogy az ellenzéki táboron belül, tehát nyilvánvaló, hogy itt ez egy nagyon fontos különbségtétel. Ami a sikerükhöz vezetett, az az, hogy nagyon határozott és egységes volt a kommunikációjuk, látszik, hogy a párton belüli törésvonalakat, ha vannak is, hiszen nyilván vannak, azokat kifelé egyáltalán nem engedik régen kommunikálni. Régen ilyen volt egyébként az MSZP is. Az MSZP régen nagyon ilyen régen volt, most már egyáltalán nem igen. Ilyen az MSZP, most már az MSZP-ben mindenki, ahogy látjuk a sajtónyilatkozatokat, úgy és azt mondja, amit szeretne. És akkor visszatérve erre a bizonyos párt és vagy frakció szövetségre, sajtóinformációk szerint Karácsony Gergely lehet ennek a vezetője. Tulajdonképpen ez egy ilyen utolsó szalmaszál? Valóban, bár ez egy érdekes felvetés, hogy úgy vezetné esetleg ezt a frakció szövetséget, hogyha hihetünk neki,
akkor ugye ő most maradna a főváros élén, tehát nem ülne be a parlamentbe, adott esetben 22-ben. Persze ő már mondta azt is, hogy szeretne miniszterelnök jelölt lenni, aztán vissza is lépett, pedig azt mondta, hogy nem fog. Nehéz eldönteni, hogy Karácsony mit szeretne a saját politikai jövőjével, mindent és annak az ellenkezőjét az elmúlt mondjuk 3-4 évben már hallhattuk tőle, de most valóban fölmerült, hogy valamilyen módon ezt a szövetséget hivatalosan vagy félhivatalosan akár vezethetni. És van egy másik témánk is, a jogállamisági vitával kapcsolatos. Tegnap esti hír, hogy beperelte az Európai Parlament az Európai Bizottságot, ugye már néhány hete ezt meglebegtették, hogy ez be fog következni, amiatt, hogy ezt a bizonyos jogállamisági mechanizmust nem alkalmazták Lengyelország ellen. Mi következik most ebből, vagy egyáltalán hogyan zajlik ez a folyamat? Mi lesz, ha a parlament mondjuk megnyeri a pert? Azt gondolom, hogy ez félrevezet minket, ha csak jogilag nézzük ezt a helyzetet, ez alapvetően egy politikai. Ez politikai. De politikai ügy, politikai a motiváció, nyilvánvaló, hogy önmagában az az értelmezés, hogy nem a lengyel alkotmánybíróság hivatott elsődlegesen a lengyel alkotmány egyes részeit vizsgálni, ez önmagában érezzük, hogy valahol azért hibázik, szóval az Európai Parlamentnek ez a hozzáállása önmagában hibázik, de nyilvánvaló, hogy ez azért van, mert egy jogi köntösbe bújtatott politikai támadást intéznek Lengyelország ellen. Az, hogy ennek mi lesz a bizottságra vonatkozó esete, tehát a pernek mi lesz az esete, azt szerintem külön kezelendő, mert ebből a szempontból látszik, hogy sokkal inkább az a kérdés, hogy Lengyelország meg tud-e maradni szuverénnek, vagy kénytelen lesz valamilyen brüsszeli zsarolásnak engedni. Amennyiben kénytelen lesz engedni, az egyfajta ilyen precedenst is teremthet azért? Tehát, hogy most azon is múlik, hogy az Unió többi ország, amire számíthat a jövőben, vagy összességében az Unió jövője hosszú távon hova vezet? Valóban, és itt látszik, hogy lényegében ez egy lezáratlan kérdés, hiszen most már számos olyan ügy van, amikor Brüsszel valamilyen megoldatlan, szuverén vitára próbál ilyen jogtechnikai eszközöket alkalmazni, és pont ezért érezzük, hogy inkább egy átfogó megoldást kellene rögzíteni, és egyértelműen meghatározni, hogy akkor hol, meddig vannak a brüsszeli jogkörök, és mely ponttól vannak a szuverén nemzetállami jogkörök. Látszik, hogy ez nincs letisztázva, pont ezért tudnak a szürke zónában most ilyen támadásokat intézni, például Lengyelország ellen. Ugye itt valaki szerint, vagy hát ugye itt pont a lengyel alkotmánybírósági döntés nyomán indult erről vita, és azért volt, aki azt mondta, hogy hát vannak ugye átruházott jogkörök, meg vannak nemzeti jogkörök. Miért akarja Brüsszel egyre több jogkörben hallatni a hangját, vagy érvényesíteni az akaratát, adott esetben jogászok szerint olyan ügyekben is, vagy olyan területeken is, amihez egyébként nincs közel, mert az nemzeti hatáskör. Valóban, és nem csak, hogy nincs közel, szerződések szerint, ugye pont ez a vita alapja a lengyel alkotmányjogászok szerint, hogy nem is lehetne lehetősége, de Brüsszel látjuk, hogy folyamatosan próbál egy puha mélyítést elkövetni az integrációban, ahelyett, hogy őszintén kimondaná, és őszintén azt mondaná, hogy akkor újra kéne tárgyalni a szerződéseket, hogy mindenki számára világos legyen, hogy kinek meddig van mozgástere. Most megpróbálják puha eszközökkel folyamatosan lopakodva a háttérben elvonni jogokat, nyilvánvalóan azért, hogy minél több hatalmat tudjon Brüsszelbe elvonni, és a nemzetállamokat ahogy lehet egyre inkább gyengíteni. Palóz Andrénak köszönjük szépen. Köszönöm szépen.